Nyáron öt pedagógus vett részt kéthetes intenzív angol nyelvi képzésen a horvátországi rovinban, további három tanár pedig ugyanitt módszertani tanfolyamot végzett digitalizáció, tehetségfejlesztés, valamint tartalom alapú nyelvoktatás témakörökben. A spanyolországi utazás során a gyerekek a hédiákokkal közösen vettek részt tanórákon robotika tantágyból programoztak, természetismeret órán DNS mondtak ki banánból, az ének foglalkozásokon pedig somogyi táncokat és szeviánás tanítottak egymásnak. A hét során a pedagógusoknak lehetőségük nyílt tapasztalat cserére, anyagok bemutatására. Ellátogattak Granadába, ahol az Alámbrában megcsodálhatták a mór építészet remekeit. Az utolsó napot Malagán töltötték, ahol többek között a Picasso Múzeumban is ellátogattak. Ez az első próbálkozásunk az Erasmus programmal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy nagyon jó tapasztalatokkal jöttünk haza. Nagyon nagy kaland volt maga az utazás és az ott lét, de azt gondolom, hogy a gyerekek rendkívül sokat profitáltak belőle. Tehát először is az angol nyelvet tudták normál közegben használni. Tehát rájöttek arra, hogy, 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 hogy amit tudnak, az hasznosítható, hogy meg tudják magukat értetni. Más iskolás más gyerekekkel, más kultúrával ismerkedtek meg, másik iskolá gyerekeivel tudtak együtt dolgozni, és azért meg tudták találni a közös pontokat. A Piarista iskola diákja Herceg Flóra kiemelte, számára a nyelvtudás használata volt a legértékesebb az utazás során. Én nagyon jól éreztem magam, nagyon sok élményt értem haza. Azért volt jó, mert megismerkedhettem külföldi gyerekekkel, akikkel nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, és hasznosíthattam azt az angol tudásomat, amit eddig megtanultam. Csíra Borbál a Katalin 8. osztályos tanuló szerint a számos élmény mellett hasznos volt számunkra egy másik kultúra megismerése. Én nagyon élveztem az egész programot, és nagyon tetszett, hogy az osztálytársaimmal együtt tudok utazni, és én is nagyon sok élményet értem haza, és nagyon jó volt az egész. Az Erasmus programban jövőre is szeretnének részt venni az iskola pedagógusai és diákjai. Tavasszal a spanyol gyerekek látogatnak el a